Sziasztok, sziasztok, Ádám vagyok. Folytatjuk a Farming Simulator 15-t. Ott, ahol abba hagytuk, ugye itt a Bjornholm pályán hagytuk abba. 41 percet játszottunk összesen, nehézség közepes. És szerintem folytatjuk. Ott, ahol abba hagytuk, ugye bár. És ebben a részben azt ígértem nektek, hogy bálázni fogunk. Szóval kíváncsi vagyok, hogy hogy működik ez a bálázás dolog. Igazából annyit megcsináltam még így videón kívül, hogy a többi tutoriál részt azt megcsináltam. Azt a 12 tutoriál részből megcsináltam a kettőt, aztán felvettem az első két részt, és akkor utána a többit még megcsináltam, a másik 10-et, és most már tudom, hogy hogy kell bálázni, meg amik a tutoriában voltak. Szóval, nézzétek, ott repül egy pillangó. Na jó van, váltsunk is rá az egyik járművünkre. Igen, a kombájnnal befejeztük, és nem tudom már, hogy hol tartottunk teljesen. Aha, ezt el kéne indítani szerintem. Lassan befejezi a dolgokat itt a kultivátor. Szóval igen, és akkor ezen mi volt? Aha, ez be is fejezte szépen, oké. Akkor szerintem ezt a vetőgépet, ezt meg kéne újra tölteni. Tényleg meg kéne nézni, hogy mit vesznek a melyik a legjobb áru, amit el lehet adni. Repce. Uda, a repcét azt nagyon veszik itt a szállítási cégnél. Hol van a szállítási cég? Megnézem, aha, ott fönt a sarokban van. Jól van, hát azért elég hosszú idő. Szóval szerintem repcét fogunk vetni. Ez kicsit hülyeség volt, hogy ezt a földet bevetettük búzával, a következőbe repcével fogjuk. Szóval ezt a vetőgépet megtöltjük repcével. Azt kéne csinálni. Aztán megnézem, hogy hol lehet ezt a bálázógépes cuccot megvenni. És akkor veszünk ebbe a részbe szerintem most egy bálázót. Kíváncsi vagyok rá. Nagyon-nagyon. Na. Jó kis laggos cucc van. Hoppá, hoppá. Nem tudom, miért laggoltál a videó. Nem egészen értem. És a vetőgép újratöltése. De választani kéne magot. Válasz magot O betűvel. Ez a repce, ugye? És mivel lehet újratölteni? Errel. Pénzünk is ugye fogy. Jól van. És akkor megyünk a 38-as földre, ha jól tudom. Hol van az? A pont a másik irányba. Akkor azt kéne csinálni, hogy visszamegyünk az útra. Nem ezen az alsó útra, hanem a felső útra. De laggol. Nem tudom, miért laggol. Na megy, jól van. Szépen megy. És ott egy eke, vagy nézzétek, ott egy ilyen piros. Ott egy súly, meg ott van egy piros eke talán. Nem tudom. Várunk, nézzük meg, mi van a garázsunkban. Garázs. Van itt egy két traktor, kombájnnak a vágóasztala. Putkocsi, kultivátor, ha ez az eke. És van itt egy vetőgép, és két súly. Ha jól emlékszem, ezt már az előző részben megnéztem, hogy mik vannak, de ekére nem emlékeztem. Na akkor visszük fel a vetőgépet,
És akkor ott is, ott meg Retzét fogunk vetni, ott a 38-as földön. A 38-as föld a legnagyobb, ami van három földem közül. Na. Na, alig várom már, de jó ez a játék. De jó ez a játék, komolyan. Olyan jól néz ki egyébként ez a traktor. Olyan jó koszos, meg rozsdás, tök jól néz ki. Aztán mindjárt megnézem. A kombájnnal egyelőre nem foglalkozunk nagyon, mert nincs mit aratni. Hoppá, itt kellett volna... Ja nem... De itt kellett volna befordulni. Akkor a következőnél fordulunk be. Mennek itt a járművek. Neki megyünk a... Hoppá. Páré. Na, megyünk tovább. Ez a rész körülbelül fél órás lesz. Terveim szerint, bár lehet, hogy több, mert annyira jó ez a játék, hogy folytatom. Na de akkor... Hoppá! Kicsit rossz ennek a traktornak az irányítása, én úgy érzem. Hoppá, hoppá. Mi ez? Megkimentünk szépen. És melyik része van itt? Nem látok a fától semmit. Ah, ott megy a vetőgép, vagy milyen vetőgépről beszélek. Ott megy a kultiváló. Szóval ez a rész már itt működésre kész van, és nyomjuk egy hát, és nézzük meg, hogy hogyan működik ez a dolog. De szépen megy. Egyébként még a tutoriálkodós az első rész sincsen fent. De már a harmadik részt csinálom, úgyhogy... De megígértem, hogy ma van szombat, úgyhogy ma fogom felrakni az első ilyen tutoriálkodós részt. Jó, ez mehet. Akkor mi van még? Kombájn az nem kell. Szerintem ezt berakjuk a silóba. Hogy a silónak hívják azt a tárolóhelyet? Talán. Talán. És aha, szépen mennek itt a dolgok, itt mindjárt be is fejezze, és átvisszük arra a földre, ahol majd bálázni fogunk. Hogy tudjátok, mit megnézzük a bálázógépeket. Csak meg kéne keresni akció, traktor, homlokrakodó, terautó, betakarító, arató, szerkezet, vontató, arató, szerkezet, burgonya, cukorrépa, pélenőkocsi, nyerek, szerkezet, elkér, tolajlazító, vetőgép, műtrágyaszóró, pertyomentező, trágyaszóró, iszaptartai, na. De hol van a... Hogy hívják? A bálázógép, bálázó. Aha, bálázó technológia. Kategória kiválasztása, és mik vannak itt. És itt lehet valami füvet, meg azt a kockabálát. Itt is ugyanazt. Ja, de hogy 58 ezer euróba kerül, hát nekem csak 4 ezer van kb. Hát ez jó drága, ez a New Holland. Mi van még itt? Aha, ez a bála kocsi. Ursus. Mi ezek? Ja, hogy bála vívő dolog. Ez volt a... minek hívják a... Ez volt a tutoriálban, amikor bálát szedtem, akkor ez volt benne ez a gép. Hát 58 ezer euróba kerül, akkor még arra gyűjteni kell. Vagy eladjuk a sidóba, ami van, vagy veszünk fel pénzt valahol. És végzett, jól van, a munkás végzett, akkor mi megyünk is a 24-es földre talán. Várunk, mindjárt megnézem. Nem, a 29-es földre. Na jól van. Akkor megpróbálok minél gyorsabban működni, amennyire csak tudok. És valamit meg akartam itt a beállításokban megnézni. A növények elszedése ne legyen bekapcsolva, ugye? És így hallom, úgy hallom, hogy eléggé hangos így is a játék, hogy 10%-on van, azért furcsa kicsit.
Küldetések sűrűsége, nincsenek küldetések minden 5 percben, minden 2 percben. Valós idő 5-szörös 120-120-szoros időbeosztás, valós idő legyen. Ja, mondjuk akkor pont, akkor másodperce is pont ugyanannyit fog itt működni a dolog. Ha jól emlékszem, 7-es is, vagy 7-essel talán, valamelyik számgombokkal lehet ezt a időt itt gyorsítani, mert itt van, hogy egyszeres időm van, 7 óra 36 van, egyszeres időm van, és akkor egyessen nem lehet, kettessen nem lehet, hármassal nem lehet, négyessel nem lehet, ötössel nem lehet, hatossal nem lehet, hetessel nem lehet, nyolcassal, nyolcas, ja, és hetessel lehet lefelé, nyolcassal meg felfelé. Én itt a trakira meg nem vigyázok. Meg kéne nézni, hogy majd hogyan lehet földeket venni, bár mondjuk ez még egy eléggé messzi cél. Mert még egyelőre pénzt kéne termelni ebből a három földből, ami meglehetősen egymástól messze van. Olyan földet kéne venni, ami közel van. De ez már csak a jövőben lesz, ugye? Jó, hát itt ez a 29-es föld, ezt... Erre nem tudom, mit kéne csinálni ezzel. Jó, egyelőre azt csináljuk, hogy ugye az a 24-es föld az be van vetve búzával, a 38-as föld az most vetik be repcével, 29-es földdel meg kéne kezdeni valamit, bálázni kéne szerintem. Vagy nem tudom. Vagy kultiváljuk el egyből, és akkor ne bálázzunk, nem tudom. Hát jó lett volna megvárni azt, hogy a első rész, vagy a esetleg még a második rész is felkerül, mert akkor tudná, lehet, hogy mondtok valami instrukciót, mi van még itt, kategória, márkák, ja ennyi, jól van. Mik vannak itt? Itt a New Holland. Pons Man. Van itt egy Man kamion, de az nem annyira. Vissza, nem maradunk itt a kategóriáknál. Mi kellene? Hát nézzük már meg, hogy milyenek vannak. Bálázó technológia. 58 ezer, ja, a többi meg már csak bála szállító. Spórolni kéne. Szerintem akkor ebbe a részbe viszont nem fogunk bálázni, hanem egyszerűen ezt lekultiváljuk, ezt a földet, és jó, akkor következőre majd bekapcsolom a rendezett szár szúrása, vagy hogy ne ilyen bálás cuccba rakja bele, hanem jó, hát ezeket a kifejezéseket még nem nagyon tudom, de ne ebbe a bálásba rakja bele, hanem csak úgy simán szórja el a földön. És akkor szerintem be is kapcsolom, ha. Csak az a baj, hogy ez a munkással, vagy munkaerővel pedig az a baj, hogy itt nagyon viszi a pénzemet. Na itt mindjárt befejezi, ahogy nézem. Ja nem, most kezdte el, jól van. Elég nagy az a föld, ahogy nézem. Mi van még itt? Ezzel nem tudok mit csinálni. Szerintem akkor most ebben a részben még azt csinálom, hogy amíg itt kultiválják a földet meg. Viszont ezt a kombányt azt elrakom valahova máshova, hogy ne legyen itt útban. Hol van a kocsi szín, ahová elviszik a járműveket? Már az oké, hogy itt van a telepem itt előtte, de nézzünk már egy kicsit körül. Ugye ez már nem az én telepem, hanem itt már ilyen falu dolog van. Még azt nem elképzelni esetleg, ahol itt van az a súly, meg az ekemé, ott ez a kocsi szín. Hogyha megnézzük itt a másik irányban, ott már csak a magokat lehet betölteni, oda meg már nem tudom még miket lehet tölteni. Körül kéne nézni a mappon. Szerintem ebben a részben még megcsináljuk azt, hogy eladunk néhány dolgot, és körülnézünk még egy kicsit a mappon, hogy mik vannak. Jól van. Meg kéne nézni, hogy mindjárt megmutatom.
Csak ide beállítom, mert nem lesz útba senkinek, meg nincs olyan messze. Azt akartam megnézni, hogy mik ezek a táblák itt. Vannak ezek a gémkapocsok, amik a... vagy tűzők. De nem tudom mi az. Szóval ott lehet kiüríteni a dolgokat, amik ilyen sárgák meg zöldek. Vannak itt ilyen állatosok, tyúk, meg nem tudom még mik van, bárány is van, ahogy látom. Azok, gondolom, a állatok vannak ott, vagy állatot lehet odavinni. Vannak a boltok, ugye az a bevásárlókosár. Vannak itt benzinkutak, amik nem tudom, hogy mire jó, bár mondjuk kell az üzemanyag a képekbe, csak nagyon lassan fogy, az akkor nagyon nem kell azzal foglalkozni. Van egy ilyen pénzikon, az nem tudom, talán ott lehet aladni a dolgokat. Ha jól emlékszem, múltkor voltam ott, és igen, az volt. Van itt ilyen bálázó hely szerintem, itt középen a tyúkos alatt, ahol valahol itt vagyok, én is. És igazából mik vannak? Telefonot, ugye segítséget lehet kérni, ezt már tudjuk. És nagyjából, ha jól nézem, ennyi volt, és akkor még a táblákat kéne megnézni, hogy mi van ott. Mert azt még nem tudom, ezt a 9-essel eltüntetjük. És elmegyünk oda, a Siló, ugye az a... Silónak hívják egyáltalán, ezt se tudom. Ezt a raktárszerűséget. Megpróbálok izgalmas részeket felvenni erről a játékról, meg szerintem ez az egyik játék, amiről izgalmas a részeket fel lehet venni a sorozataim mellett. Ez szerintem az egyik legizgalmasabb játék, úgy. És fék, menjünk még egy kicsit, még menjünk. Még, és még mindig nem jó. Jó helyen vagyok egyáltalán? Ja, hogy... Ja, jó van. Oké, akkor eltöltés megkezdése. Ja nem, ki kéne üríteni ezt a búzát, vagy nem. Mondjuk tegyünk bele még búzát. És azt kéne megnézni, hogy hol adják el. 8500 literes pótkocsi van. Hol adják el ezt a dolgot, ugye I betűvel előre lehet hozni ezt az információs menüt. És itt vannak a búza kell, ugye, búza, gabona elevátornál 670, szélmalomnál 687 és ennyi. Jó, akkor szélmalom, azt meg kéne nézni, hogy hol van, ahott van jobb oldal, nem bal oldal, középen, akkor visszük oda. Jól van, meg kéne jegyezni, hogy arra van. Jó, akkor arra kéne menni. Fogalmam nincs, hogy miért laggol. De ez ilyen nem FPS lag, hanem valami más lag. Olyan fura. Mert teljesen jól működik, csak ugye akad a térkép, vagy nem tudom. Na jól van. Szerintem most is egymás után felveszek két részt. És akkor még ma ki fog kerülni szerintem a tutoriálkodós rész. Vagyis amiket tegnap vettem fel, a tutoriálkodós rész. Meg a elkezdős része. Nem tudom. Szerintem az első részt a tutoriálkodós résznek fogom hívni. A második rész meg... Fogalmam, és belevágunk a dolgokba. Nem, mit tudom én, majd kitalálom. Szerintem a farming szimulátort azt jól fel fogom nyomni ezen a csatornán. Szerintem. Ugye erre kell menni, remélem. Megnézem. Aha, jól felé megyünk. És ugye valami sárga ilyen kitűző lesz mindjárt. A minimapon, ha ott van, jól van. Akkor oda kell vinni, ott a szélmalom talán. Na. Ah, ott a szélmalom, nézzétek. Ott van. A
forog lassan. Menjünk csak. Szerintem a következő a föld, amit megveszünk, az vagy a 25-ös, vagy a 30-as. Mert a 38-as, azt nem tudom, hogy alapban miért van ott, mert az messze van. Jobb lett volna, hogyha valami más lett volna. Hát megyünk azon a fehér cuccon. Na itt a szélmalom. És ide kellett hozni, ugye. Mennyit kapunk érte? Szerintem nem sokat fogunk, ez a búza az nem sokat ér. Kirakodás, ku. Jó, hát nem sokat kapunk érte egyáltalán, azt észrevettem. Hát majdnem egy 6000 eurót, de kicsit messze voltunk tőle még, de... Ez a búza az nem sokat ad, sehol se. Akkor meg kellene nézni, hogy mi ad még úgy. Ami... Hát igazából kukorica az nem nagyon. Hát csak a repce, meg talán az árpa. Igen. Az árpa az még 711-et. Ja nem, a gabona elevátornál többet. Szerintem akkor... hol van ez a gabona elevátor? Gabona elevátor, az nincs is olyan messze egyébként. A szállítási céghez kell a szem a repcét vinni, ott adják a legdrágában. Én oda nem fogom elvinni szerintem, szóval... Szóval a repcét azzal most várunk, hogy az árpát fogjuk vinni. De a repce az jó pénz viszont, hogyha messze kell vinni akkor is. Na, a 9-esre kikapcsoljuk, és toljunk már egy belső nézetet. És akkor így menjünk. Jó kis játék ez, jó összetett. Hoppá. Bár a fizikával azért vannak gondok. Ejjjjjj. De jó itt az élet a földön. Mármint a gazdaságnál. Ki kéne tényleg találjatok ki valami nevet. Mármint hogy mi legyen a mi gazdaságunknak, mi legyen a neve. Ezt most csak így eszembe jutott, hogy nem mondok példát, hanem találjátok ki egyszerűen. Mert lehet, hogy mondok valamit, aztán megtetszik nektek, azt az legyen, nem? Tehát ti találjátok ki valami jó kis... valami jó kis ilyen gazdasági nevet, vagy valami ilyen mezőgazdasági nevet. Nem jönnek, úgy látom. Egyébként, hogyha itt mozog a kamera, vagy hát itt mozgatom az egérre a kamerát, az azért olyan lassú, mert valami így rosszul van beintervállva, vagy interálva, vagy mi. Na, akkor visszük az árpát, várjunk, nézzük meg, hogy állnak itt a dolgok. A föld felét már meg is csinálta. Ez nem gyorsan halad ez a vetőgép, szerintem kéne venni még egyet. Nekem valami olyasmi érzésem van, ha csak nem ilyen drága. Mert hogyha drága a vetőgép, akkor nem fogunk venni még egyet. De két vetőképpel gyorsabban lehetne vetni. Viszont nem tudom, hogy mennyi idő alatt érik meg a termés. Szóval, hogy most én itt bevetem az egész földet, és utána még mennyi idő kell ahhoz, hogy 100%-osan... szóval, kombájnnal le tudja maradni, szóval, hogy arathatóvá váljon a termés, az mennyi idő szerintetek, én nem tudom. Egy-két nap az biztos, hogy fog kelleni neki, bár lehet, hogy több. Nem tudom, hogy van megcsinálva.
Akkor itt ide jövünk, és viszünk Árpát. Egyel tovább megyünk. Mert itt ugye kiírítetjük, a másik oldalán meg felszedhetjük. Az tök jól meg van csinálva. És ugye én elnézem, ezek a... Van úgy, hogy a zöld és a sárga kiürítők. A sárga kiürítők azok a boltok, a, vagy bármi cég, ahová el lehet vinni a dolgokat, ki lehet üríteni, kapsz pénzt. A zöldek, ahová meg csak simán üríteni lehet ilyen silóba, vagy... Ha jól tudom, így hívják. Javítsatok ki a tévedek. Tévedi emberi dolog, szóval... Remélhetőleg nem fogjátok leharapni a fejem, hogyha rosszul mondtam valamit. Jól van. Ki kéne választani valami magot. Aha, itt ki is lehet választani. Mik vannak? Van búza, 4... Ja igen, 8500 literes pótkocsival állunk szembe, ugye. Ez pont jó lenne. Repce is van, elég sok kukorica is van, a kukorica az nem nagyon adja. Szerintem még a kukorica még a búzánál is rosszabbul ad. Szóval árpa lesz szerintem, indítás. És akkor ezt megnézzük, hová kell vinni. Ugye oda a 38-as föld fölé, ott van az a piros ürítőhely, ami mellett folyamatosan elmegyünk. Szóval szerintem oda fogjuk vinni a dolgot, az árpát. És mi van itt? Ja, csak fordult. Jól van, itt nem halad gyorsan. Nem nagyon halad gyorsan. Jól van, akkor megyünk szerintem. Merre kell menni? Na, indíts. Indíts, te traki. Kéne fordulni szerintem. Igazából akkor laggol legdurvábban, amikor fordulok, mert utána teljesen normális, csak akkor amikor így nagyon durván fordulok, csak akkor szokott ilyeneket csinálni. Igen, ilyenkor. Most meg egész szépen megy. Na, belső nézet, igen. Ezt elfelejtettem. Visszapillantó tükröket nézzük már meg, hogy működnek-e jól. Nem tudom. Hát nagyjából szerintem igen. És ez? Szerintem ez is. Jól működik. Hoppá! Ja, rossz felé megyünk. Elhagytuk a... azt a helyet, ahol befordulhattunk volna. Szóval vissza. Nem akarok eltévedni. Bár még körül kéne nézni a mappon, még ebbe a részbe bele kéne azt csinálni. Meg kéne azt csinálni. Valahol itt kell befordulni, nem? Aha, itt kell, jól van. Majdnem fennakadtunk a kerítésbe. A tyúkok hogy kiabálnak. Egyébként küldjetek modokat, hogy miket rakjak be, és kipróbáljuk egyébként. Ez tök jó. Nem olyan... Nem lesz ilyen külön modolt rész, mint a modolt RTS 2, hanem küldtök modot, kommentben linket, én berakom, és megnézzük így játékban. És akkor azzal is így telik az idő, és nem csak itt rendezgetjük a farmot, meg ilyenek, hanem küldök modot, és akkor modolt farming szimulátor hozni is fogunk közben. Ez nem kell, mondom még egyszer, többször nem mondom el, hogy ez nem úgy lesz, hogy külön modolt farming szimulátor lesz, hanem ez egybe lesz. Na, itt hol kéne befordulni? Hol? Ja, itt lehet befordulni, jól van. Kicsit korai volt ez a befordulás. Na de vissza a belső kamerába, a belső nézetbe, és fordulandusz, indulandusz, fordulandusz van. És akkor valahol itt kéne bemenni. Aha, itt egy bejárat. Ha jól látom, igen, itt a bejárat. Ezt külső nézetbe kéne, mert nem látok. Ja, de ezt lehet belső nézetbe, ez ilyen nagy hely, nem ilyen
Szűk akárhol. Menjünk még. Kirakodás ku. Na mennyit kapunk érte? Nézzük már meg, hogy milyen a kirakodás. Aha. Ja, ilyen billenőpótos. Na mennyit kaptunk érte? Hát nem sokkal többet, mint a búzáért. Mondjuk nem is csodálom, hiszen itt 730-at lehet érte kapni. Meg 687-et, szóval olyan nagyon nincsen sok külön. Olyan nagyon nincs sok különbség, jó. Akkor szerintem... nézzük már meg, hogy állnak itt a dolgok. Aha, mindjárt végezze a kultivátor. Kultiválni, hol kell legközelebb? Szerintem sehol, most vetik be az egyik földet, a másik meg még... még érik a termés. Itt azért körülbelül nézzük már meg kicsit jobban így. Körülbelül föld fele van bevetve. Oké. Kombájnnal nem csinálunk semmit, és... és hol vagyunk? Ja, innen jöttünk ki. Kicsit lassan akar elindulni ez a traktor. Azon gondolkozok, hogyha... mert meg kéne nézni itt a garázsnál, vagy nem a garázsnál, hanem itt a vetőgépnél, mert szeretnék venni egy új vetőgépet, 15 ezerbe kerül, hát pont annyink van, de hogyha a resztét eladjuk, még többünk lesz, de nem akarom nagyon elpocsékolni a pénzemet. Ilyet kéne venni, és itt van karbantart, az nem érdekes, tiéd egy, azt tudom, és ugyanazt lehet vele vetni, mint a többivel. Ez micsoda? Ez olyan krumpliszerű lehet. Ah, itt kevesebb dolgot lehet, mert ez lehet búzát, repcét, kukoricát, füvet. Vagy nem... vagy ez mi? Ez micsoda? Mert vannak ilyen jelölések a I betűnél. És... van szillázs. Ja, árpa! Ja, az árpa, jól van. Az a... nem ezt akartam, P-t. Mondom P. És hol van ez? Vetőgépek? Mondom vetőgépek. Aha, itt van kukorica, vagy nem. Jól van, elrontom. Búza, árpa, nem, búza, repce, árpa, fű, kukorica és cukorrépa. És itt meg csak búza, árpa, repce és fű, szóval ezzel kevesebb dolgot lehet, de viszont nem tudom. Használt vetőgéppel fennszálltatod a földet, ugyanaz, mint ez. Ezen kívül a géppel közvetlenül ültethetsz, és nem kell talajlazítás ekével, vagy talajlazítás, vagy ekével szántás. Ja, értem már, hogy ide kell kultivátor. Viszont, és akkor utána lehet vetni a dolgokat, de ide ez egyből kultivál, és utána egyből vet, szóval ez kettő az egyben. Viszont jóval drágább azért, viszont nem lehet olyan sok mindent ezzel vetni. Aha, ez tök jó. Mi ez? Ez nem érdekel, ez se annyira, hát ez igazából... igazából ez van, ami úgy érdekesebb. Viszont működési széleség 3 méter, itt 6 méter, ez kétszer akkora. Ja, ezt le is lehet nyitni, ahogy itt a képen látszik. És szükséges teljesítmény 74 kW per 100 lóerő. Azt kéne megnézni itt, hogy vannak itt a garázs, és azt hiszem ezt nem használom, vagy melyiket nem használom, melyik trakit. De ezt nem használom. De boltnál van egy traktor, nem? Nem három traktorom van? Van itt ugye ez. Ez ugye ez a kicsi zöld, ilyen sötét zöld. Van ez a másik, ami mindjárt végez. És van ez a harmadik.
Ja, hogy kettő traktorom van. De... Ja, hogy... Ja, értem már. Oké. Jó, hogy én mondom, hogy értem, és ti nem értitek, hogy miről beszélek. Szóval kettő ilyen kis zöld traktorom van, és kettő ilyen nagyobb zöld. Igen, és akkor kettő darab van elvileg. Nem ezt akartam, P-t akartam. És igen, itt van, hogy kettő darab van, és van kettő darab itt is. És akkor az egyiket az mennyibe kerül? 18.500-be. Ezt úgyse használjuk, szóval ezt lehet, hogy eladjuk. De még meggondolom. Mert, ja, azt akartam megnézni ezzel a kis traktorral, hogy mekkora, aha, nem olyan nagy, mint amennyi. Szóval ez, és a, ennek mekkora kell, ja, mindig rossz gombot nyomok, ennek mekkora teljesítmény kell. Hát ennek is nagyobb teljesítmény kell, mint annak a kis traktornak. Azt a kis traktort, azt nem tudom se kultiválásra se használni, se vetésre. Szóval ezek a kis traktorok annyira nem jók. Ez a nagy traktor, ez jobb. Várunk, ez mennyibe kerül? Azt még meg kéne nézni, traktorok. És ez a kettő van nekem, kettő. 51 ezerbe kerül, és 18 ezerért lehet eladni ugye a kicsit. Hát szerintem még azt az ár repcét azt el kéne adni mindenképpen. Hol van a potkocsi? Itt a potkocsi is. Jól van, akkor remélem értitek, hogy mire gondolok, de akkor el is mondom még egyszer. Egyszer. Ja, nem is mondtam el, szóval. Szóval nem még egyszer, hanem. Szóval az van, hogy most el fogjuk adni a repcét, ami benn van a silóban. És eladjuk azt a másik kis traktort, ami ott a boltnál van, ugyanilyen, mint ez, csak azzal nincs semmi. És remélhetőleg abból a pénzből már tudunk venni. Mit tudunk venni? Abból már egy nagyobb traktort tudunk venni. Ja, viszont akkor nem maradt pénz a vetőgépre. Hol van a siló? Ja, ott a siló, jó. Nézzük már meg, hogy áll ez. Úgy látszik, hogy a pont most végzett. Akkor ez viszont tényleg nem tudunk mit csinálni. Ide kell még egy vetőgép. Viszont akkor traktort nem veszünk, csak vetőgépet. És azt a kis traktort azt eladom. Ezt a kultivátort, ezt lerakjuk ott, ahol van ez az eke. Ó, tudom már, mit fogunk csinálni. És az jó lesz. Majd mindjárt meglátjátok. Legalábbis remélem jó lesz. Szóval ezt a kultivátort azt itt lerakjuk. A eke mellé körülbelül, vagy a tök mindegy ide a kocsi színhez. Mármint én ezt neveztem ki kocsi színnek, szerintem nem ez a kocsi szín, de majd ti megmondjátok, hogy melyik az, már aki tudja. És lecsatolás Q. Mondom, lecsatolás Q. Aha, így. És mert a súly se kell akkor, nem? Ja, de az kelleni fog. Akkor azt csináljuk, nem itt van. Garázs, és remélhetőleg azt adjuk el, ami nem kell, ami a boltnál van. Eladás. Akkor most van egy. Remélhetőleg azt adtuk el, ami. És pont a másikat adtuk el. És remélhetőleg a felszerelés, vagy az a pótkocsit azt nem adtuk el. Mert nézzük meg az I betűvel. Hú, most nagyon dühös leszek, hogyha azt a pótkocsit is eladtuk. Nem, itt van a pótkocsi, jól van. Jármű visszaállítása? Az mi?
Remélem nem kerül pénzbe. Nem került pénzbe, de hol van? Ja, hogy ide hozza, de jó. Akkor minden rendben van. Jó, van, és még csak pénzbe se került, jó, akkor kiszállunk. És ez a... Annyira rossz, hogy ennyit kell forgatni a egeren, hogy végre megforduljon. És akkor elvisztük a pótkocsit. Na, léci, induljál. Oké. Megpróbálok minél sietősebb csinálni a dolgokat. És akkor megyünk is. Akkor lehet, hogy nem is fogjuk most eladni a repcét ebbe a részben, hanem azt fogjuk csinálni, hogy veszünk egy új vetőgépet. Na, na. Ah, jó, ez így. És akkor ezt most, sőt, ezt most itt is hagyhatjuk. Ide. És veszünk egy új vetőképet, amit visszaállítunk, mert most nem fogok elmenni a boltig. Ugye vetőgép, hol a vetőgép? Ezt vesszük meg. Na most 15 ezer eurónk el is ment ezzel, de jó dolgokba fektettük a pénzt. És ugye I betűvel, hol van ez? Itt van, visszaállítása, igen, oké. Oké, és hol van? Aha, pont mögöttünk van, jó. Súlyt azt le se kell venni róla, ugye? És ez még egy kicsit előrébb kéne, vagy? Na. Jó, ez így, jó, ez így. Nem jó, ez így, akkor még jobban. Bocsánat, hogy itt húzom az időt, de egyszer annyira nem tudom megcsinálni. Na, légy szíves, légy szíves. Nem, még mindig nem. Akkor egyszerűen még arrébb kell menni. Remélhetőleg most sikerülni fog. Aha, jó van, felcsatolás Q. És egyből is megyünk ki a 29-es földre talán. Azt kultiváltuk le utoljára. Ja, de előbb kéne mag. Ja. Jó. Kicsit izgulok már. De hol van a... Ja, itt van előttem pont, oké. A mag... Cucja és repcére át kéne váltani, hol van, válasz magot, ó, repce, jó. De ez a virág a repce, nem? Remélem. A tőgép újra töltése, R. Kicsit megy le a pénzünk, de most egész jól haladunk egyébként. Ahhoz képest, hogy hogy nem így terveztem az előző részben, hogy ezt fogjuk csinálni. Ahhoz képest eléggé jól haladunk. Fel kéne menni itt. És ugye 29-es föld talán. Ja igen, 24-es volt bevetve. És várunk, néző. Nem, előbb még ezt... Aj. De rossz ez az irányítás. Nehogy beragadjunk. Nehogy beragadjunk. Nem már, hogy beragadunk. Jól van, nem ragadtunk be. De beragadtunk, csak ki sikerült ragadni. Jól van, akkor azt csináljuk, hogy... Ja, nem is erre van a szántás, vagy... kultiválás, nem ebbe a csíkba van, hanem ebbe van. Szóval így fogjuk csinálni.
Tök jó ez a, hogy a munkást fel lehet venni, mert akkor elég sokat szívóznák ezzel a játékkal. Jól van, H betű. Magától megcsinál mindent, és megy is a munkás. Szépen. Jól van, nézzük meg, hogy ez hogy áll. Hát, még mindig elég sok van neki. És remélhetőleg nem fog elfogyni ez a mag. Amíg teljesen el nem veti. Jól van, az éppen szépen megy. Ugye a felső 24-es föld az már el van aratva. El van aratva. El van vetve. Mit kéne még csinálni? Szerintem ami tudnánk még csinálni, akkor mégiscsak az, hogy a repcét eladnánk. Bár mondjuk megnézem, hogy mennyi ideje megy ez a videó előbb. Úristen, 45 perce, jól van. Akkor következő részben innen fogjuk folytatni. Nagyon elment az idő, észre se vettem. Szóval következő részben innen fogjuk folytatni. Egyből is veszem fel a következő részt, szóval a mostani rész alá, hiába írtok kommentet, azt még a következő részre nem tudom lereagálni. Jól van, akkor én Ádám voltam. Sziasztok!